Hír3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Kapcsolataink hosszú múltra tekintenek vissza. Létezett valamikor Guineában a Magyar Nagykövetség Konakriban, és nagyon sok guineai diák tanult Magyarországon is. Akik közül néhányan persze itt maradtak, de a többség visszament, és jelenleg komoly kormányzati pozícióba kerültek. Mind politikai, mind gazdasági kapcsolatok szempontjából nagyon fontosak ezek a személyek. Viszont egy mozgatórugó kell kapcsolatok újbóli beindításához, és ebből a szempontból nagyon fontos számunkra az, hogy a Guineai Köztársaságnak van tiszteletbeli, most már van tiszteletbeli konzuli képviselete Budapesten. Én úgy gondolom, hogy két olyan dolog esik itt most egybe, és kap megfelelő média és szakmai nyilvánosságot, ami nagyon fontos, mint Magyarország, mint Afrika jövője szempontjából, és azt gondolom, hogy ez nem is túlzás. Az egyértelmű, hogy a világgazdaságban Afrika szerepe felértékelődik, és azt is elmondhatjuk, hogy végre 2010-től egyértelműen a magyar politika is nyitott Afrika felé. Ennek most gyakorlati jelei mutatkoznak meg azzal, hogy újra nyitjuk az abudzsai nagykövetséget, illetve több országban nyílt, elsősorban az Afrikai Magyar Egyesület közreműködésével olyan kereskedelmi és kulturális központ, ami a vállalkozások gyors bekapcsolódását teszi lehetővé. És a másik főcsapás pedig az, hogy Afrika is úgy gondolom, hogy nyit Magyarország felé, hiszen az esetemben tulajdonképpen a mai nappal hivatalosan is megnyílik a Guineai Köztársaság magyarországi konzulátusa, hiszen Martonyi Jánostól megkaptam a konzuli kinevezést e tekintetben, illetve jóváhagyást, és örömmel fogok dolgozni azért, hogy azt a közel 3 évtizedes lemaradásunkat, ami a guineai-magyar kapcsolatok és afrikai kapcsolatok hanyagolásában sajnos tetten érhető, azt nagyon gyorsan ledolgozzuk. Ismét lehetne fogadni ösztöndíjasokat. Lehetséges, hogy egy kicsit más konstrukcióban, úgyhogy ugyan például jó példa lehet mondjuk Nigéria, ahonnan nagyon sokan jönnek, és ők fizetnek a tanulmányok folytatásáért. Gazdasági és kereskedelmi területén is látok lehetőséget, bár ezeknek a feltárására nagyon fontos lenne, hogy egy tényfeltáró delegáció utazzon Guineába.